Marosvásárhelyen rendezték a lovastusa és Díjugrató Románia Kupa versenyét. A Sziget utcai Méntele pályáján idén ötödik alkalommal gyűltek össze az ország legjobb lovasai erre a viadalra. Lovakat és lovasokat is megviselő melegben rendezték meg a Marosvásárhelyi lovaglópáján a lovas tusa és diugrató Románia kupát. A lovas tusának hagyományai vannak a városban, Viorel Bubau ebben a próbában olimpián is indult, ezt követően azonban a visszaesés volt érzékelhető. Már úgy tűnik ismét fejlődésnek indult a rendkívül látványos három próbából, díjlovaglásból, tereplovaglásból és diugratásból álló versenyszám, hisz növekedőben van a nemzetközi magas szintű pályát teljesíteni képes versenyzők száma. de. Széleskörű a részvétel, sok év után most először fordul elő, hogy a legmagasabb szintű egycsillagos versenyen hét résztvevőnk van. Ha eddig egy-két lóval neveztek ezen a szinten, az idén már heten vannak, ami azt jelenti, hogy ez a szakág is fejlődésben van. a trend, azt a Románia kupában Kolozsvári fölénnyel zárult a verseny, a győzelmet Takács Szandra szerezte meg, McEnroe nevű lovával, a második helyen klubtársa Kölin Nemes végzett Trezorral. A bronzérmet a Marosvásárhelyi Olasz Levente szerezte meg Urbánusz hátán. A legmagasabb szintet képviselő egycsillagos lovas tusa verseny mellett több más kategóriában is szerveztek versenyt a lovasok és a lovak életkorának és felkészültségi szintjének függvényében.